15. ének János Vitéz ekkép végzé történetét, Nem hagyta hidegen a hallgatók szívét. A királyány arcát most a könyhullatás, Melynek kútfeje volt bánat s szánakozás. A király eszókat intézte hozzája. Nem erőtetlek hát, fiam, házasságra, hanem amit nyújtok hálámnak fejében, elfogadását nem tagadod meg tőlem. Erre kinyitotta kincstárát a király. Parancsolatjára egy legény előáll, s aranyjal tölti meg a legnagyobb zsákot. János ennyi kincset még csak nem is látott. Nos hát, János vitéz, jányom megmentője, beszélt a király ez legyen tetted bére. Vidd el minden estül ezt a teli zsákot, és boldogítsd vele magadat, smátkádat. Tartóztatnálak, de tudom, nem maradnál. Kívánkozol lenni már is galambodnál. Eregy hát, hanem társid maradjanak. Éljenek itt néhány mulatságos napnak úgy volt bíz amint mondotta a király. János vitéz kívánt lenni galambjánál. Búcsúzott a királyánytól érzékenyül, aztán a tengerhez ment, és gájára ült. A király s a sereg elkísérte oda. Tőlök sok szerencsés jó utat hallhatak s szemeikkel néztek mindaddig utána, míg a nagy messzeség ködöt nem vont rája.